50-es évekbe került a családom Tamásiba, a Regős család. Ennek volt egy előzménye, ugyanis a Regős családot a történelem viharai megcincálták elég rendesen. Nagyapám minisztériumban dolgozott, miniszteri tanácsos volt, és sikeresen lépkedett előre a langrétán, míg nem a 40-es évek vége felé a kommunista rendszer elsöpörte őt. Elhurcolták az otthonából, elítélték, majd 7 évre Szibériába kényszermunkára kényszerítették. Nagymamám egyedül maradt akkor a 2 gyermekével, várandósan édesanyámmal. Megküzdött az élet viharaival, a család megélhetését megteremtette, de a rendszer őrá is lesújtott, a családnak az otthonát államosították, majd őt is kényszermunkára ítélték, és a Hortobágyra kitelepítették. Az 50-es évek közepére azonban a helyzet, legalábbis a család helyzete némileg konszolidálódott. A kitelepítést feloldották, nagyapám hazakerült Szibériából, és a Szibériában megtanult szakmát, a fogorvoslást elkezdte űzni Magyarországon is. Megszerezte a fogászi képesítést, és Tamásiba került, mint megbízatási helyszínre. A család megvetette a lábát Tamásiban, nagyapámat megszerették, és ennek nagyon sokáig érzem még mindig a hatását. Nagyon sokszor találkozok ismerősökkel, idősekkel, akik a szájukba mutatnak, hogy na, ezt a fogamat még nagyapám csinálta. Tehát nagyapám egészen a 80-as végéig fogorvosként dolgozott Tamásiban, és a család élete kivirágzott itt. Amikor én születtem 1976-ban, akkor már kevésbé borús idők jártak, én gondtalan gyerekéveket éltem itt Tamásiban. Később Tamásiban leérettségiztem, mai napig ezek a barátságok, kapcsolatok, amik akkor születtek, élnek. Érettségi után Veszprémbe kerültem, és a Veszprémi Egyetem turizmus vendéglátás szakára jártam. Abban az időben nagyon sok tapasztalatot szereztem, nagybátyámnak van egy utazási irodája Budapesten, abban az időben a vállalkozás nagyon jól prosperált, nagyon sok utat szerveztek, úgyhogy náluk tevékenykedtem, és később önálló útra léptem, Siófokon kezdtem el szállásközvetítéssel és programszervezéssel foglalkozni. És nekem gyerekkori vágyam volt a hajózás és a vitorlázás. És 2002-ben gyerekkori barátommal közösen vásároltunk egy hajót, az 1942-ben épített Torontá nevű hajót, ami egyébként érdekesség, hogy Bajcsi Zsilinszky Endre hajója volt annak idején. Az első években örömhajózás volt, és a baráti társaságoknak az együttlétét szolgálta ez a hajó, meg hát alapvetően ugye a vitorlás sportot. A sport, a vitorlázás és az üzlet az később kapcsolódott össze. Először alapítottunk egy charter társaságot, ami azt jelentette, hogy hajókat adtunk bérbe, és 2 éven keresztül a működésnek alapvetően ez volt a területe. De fiatalok voltunk, lendületesek voltunk, és volt bennünk energia, és ez nem elégítette ki a vágyainkat, hanem szerettünk volna vásárolni egy nagyobb hajót, egy nagy 2-árbószos hajót. Na most erre Magyarországon lehetőség nem volt. És bármilyen meglepő is, legközelebb Bodrumban, az Égei tenger partján fekvő török városban találtunk olyan hajót, ami erre alkalmas volt. Hát a legfrissebb információnk, ami Törökországról volt, az még az egri csillagokból származott. Na most ahhoz képest azért sok minden változott, és szerencsére nem jumurdzsákkal találkoztunk, hanem nagyon kedves hajókereskedőkkel, és egy nagyon kedves eladóval hozott minket össze a sors, aki végtelenül korrekt volt és segítette az indulásunkat. Hát ez egy 3000 kilométeres út volt, aminek ugye 2 nagy szakasza van. Az első szakasz a tengeri szakasz, és a második az pedig a folyami szakasz. Na most mindenki a tengeri szakasz gondolja félelmetesebbnek, mi is úgy gondoltuk, de a tengert azt leküzdöttük néhány nap alatt, tehát áthajóztunk az Égei tengeren, láttuk a Dardanellákat, keresztülhajóztunk a Márvány tengeren, kikötöttünk Isztambulba,
láttuk az Hagia Szófiát, a kék mecsetet, az Európát Ázsiával összekötő hitat, keresztül hajóztunk a Boszporuszon, átszeltük a Fekete-tengert és kikötöttünk Konstancán. Most ezt gyorsan elmondtam, de tényleg pár nap alatt ez a tengeri út lezajlott. Na nem mondom, hogy problémamentesen, mert találkoztunk egy hatalmas tengeri viharral, ahol csak társammal csak néztünk egymásra, hogy vajon Tamásiból hogyan kerültünk milyen nagy bajba egyáltalán, és szerencsére a jókedv az oldotta a feszültséget, úgyhogy túléltük a vihart, a hajó is túlélte, és így utaztunk tovább. A Fekete-tengeren nekiütköztünk egy teherhajónak, de az már lehet, hogy a fáradtság volt a hibának az oka, ugyanis aki szolgálatban volt, rosszul érzékelte a fényjeleket, és amikor én kikászálottam a kabinomból, csak azt láttam, hogy a fejünk fölött van egy hatalmas nagy kargóhajó, ami nagyjából olyan magas volt, mint egy 10 vagy 20 emeletes toronyház. Az útnak a másik fele egyébként, mert hogy kerek legyen a történet, az volt ugye a folyami szakasz, amiről mi azt gondoltuk, hogy mi, akik már leküzdöttük a tengert, nekünk már a folyóvíz akadályt nem jelenthet. Na most csalatkozni kellett ebbe a reményben, ugyanis az Aldunán eltört a hajónak a hajócsavarja, innentől fogva a hajó az mozgásképtelenné vált, és lényegében sodródtunk lefelé, visszafelé a Dunán. Rá voltunk utalva arra, hogy mások segítsenek, és szerencsére a hajósok segítenek is egymásnak. Szerbek, románok, magyarok, osztrákok, németek húztak, vontak minket fölfelé a következő 1200 kilométeres szakaszon. Tehát ez egy nagyon kiszolgáltatott helyzet volt. Az első két év az igazából azzal telt, amit nem is tudtunk annak idején, hogy ez mennyi nehézséget fog jelenteni, hogy a hajót levizsgáztassuk. Két év után kaptuk meg az engedélyt, és az első évben alapvetően a tevékenységnek a jó része az a sétahajóztatás volt. Nagyon kemény ellenszélbe kerültünk, tehát minden tényező abba az irányba mutatott, hogy mi ne tudjunk működni. Ez viszont most lehet, hogy szerénytelenség, de megsokszorozta az erőnket, és bármilyen nehézség is volt, újabb terveket kovácsoltunk. Elmentünk Spanyolországba, és Dél-Spanyolországba vásároltunk egy másik hajót, lapot húzva, tehát hitelt vettünk föl, pénzügyi segítséget kértünk és szereztünk, ahonnét lehetett, és megvásároltuk a második személyhajónkat is. Majd belevágtunk egy pályázatba, ahol egy nagy fejlesztést hajtottunk végre, ez több mint 14 évvel ezelőtt történt, és akkor hatalmas nagy pénz volt, 100 millió forintos pályázatot valósítottunk meg, akkor vásároltunk két új motoros hajót. Tehát a vállalkozást építettük, mint Münchhausen báró, hogy a hajunknál fogva húztuk magunkat ki a mocsárból, és 10 éven keresztül minden erőforrást visszaforgattunk arra, hogy a vállalkozást erősítsük. Ez nem csak hiúsági kérdés volt, hogy gyorsan akartuk a vállalkozást építeni, hanem egyszerűen szükségszerűség volt, hiszen olyan környezetben voltunk, ahol a többi piaci szereplő nálunk lényegesen erősebb volt abban az időben még. Most ott tartunk, hogy évente utaslétszámban 35 ezer vendéget szállítunk Siófokról a kalózhajós programokon, ez a menetrendi járat. A vállalkozásnak ugye egy másik fő területe a rendezvényszervezés. Évente 400-500 rendezvényt szervezünk ugyanezeken a hajókon. A rendezvények részben magánrendezvények. Tehát most gondolok itt arra, hogy legénybúcsú, esküvő, lánybúcsú, születésnap, hát fekete humorral szoktam mondani, hogy bölcsőtől a sírig tartanak a szolgáltatások, tehát minden életkornak megfelelő szolgáltatást tudunk nyújtani. Tíz évvel ezelőtt ismertem meg a feleségemet, és az otthon melege visszatért e ház falai közé is. Született két gyermekünk, akik már Tamásiban kezdték meg az óvodát és az iskolát. Ugyanis azokban az években, amíg a vállalkozást építettem, a Tamási
ház megvolt, és nekem mindig is a szívem csücske és a szívem része volt, de alapvetően az életemnek a súlypontja inkább Siófokon volt. És volt egy pont, amikor a feleségem mondta, hogy Ákos, hát annyira szeretsz Tamásiban lenni, és mindig Tamásiban megyünk minden hétvégén dolgozni, a kertet rendbe tenni, a házat építeni, hogyha ez az örömöd, akkor költözünk inkább vissza a Tamási házba. Úgyhogy végül is ez is történt, mert 2 évvel ezelőtt teljes mértékben visszaköltöztünk ebbe a házba, ahol gyerekkoromban is éltem. Bennem nagyon erős a lokálpatrióta érzés, tehát mindig is ragaszkodtam Tamásihoz, hiszen ebbe a házba voltam gyerek. Minden bútor, minden sarok, minden négyzetcentiméter a lakásnak kedves emlékeket idéz bennem. Tehát nem akartam a háztól sem soha se elszakadni, igazából nem is szakadtam el. Tehát ameddig Siófokon éltünk a családommal, addig is gyakorlatilag a Tamási házat is éltük és ugyanúgy laktuk. Tehát amikor én hallom, hogy valaki elköltözött egy másik lakásba, eladta a házát, másik otthonba költözött, én mindig nehezen értem meg, hiszen én magam mindig ragaszkodtam a múltbéli emlékekhez. A siófoki ház is egyébként az a ház, amit annak idején nagyapám épített. Úgyhogy gyakorlatilag én elmondhatom, hogy bár közel 50 éves vagyok, igazából soha nem költöztem még sehová sem. 15-20 év, amit inkább Siófokon töltöttem, nem is lett volna, ugyanolyan természetességgel kerültünk vissza a város vérkeringésébe. Tehát ezek a kapcsolatok, amit Hajdanán itt kialakultak, igazából a mai napig is élnek. Ez jelenti azt is, hogy könnyű bármit elintézni, hiszen mindenhol egykori osztálytársak, barátok vannak, de azt is jelenti, hogy bármilyen közösségbe megyek, legyen az mondjuk templomi közösség, egyházi közösség, szeretettel fogadnak minket. És ugyanezzel a szeretettel fogadják szerencsére a feleségemet, aki nem született Tamási lány, és úgy látom, hogy ő is szinte ezen a településsel kivirágzik, úgyhogy most már ő is nagy vehemenciával ragaszkodik ehhez a Tamási léthez.